Hát sziasztok! Egy nagyon-nagyon nagy magyar labdarúgó ment el a mai napon. Dr. Fenyvesi Máté, mondom így polgári nevén, hiszen sokan tudják, hogy állatorvos volt, szakmája gyakorló állatorvos volt, aki 88 esztendős elmúlt, amikor a Jóisten magához hívta. Fenyvesi Mátéról nyilván most a következő napokban rengeteg történet fog elhangzani, különösen idősebb szurkolók részéről. Én mivel ugye 72-ben születtem, én nem láttam őt játszani a pályán. Azonban az egyébként vasas szurkoló édesapám ájult tisztelete, amikor Fenyvesről beszélt, számomra mindent elmondott az ő értékével kapcsolatban. Fenyvesi annak is a példája, hogy hogyan kell szeretni és kitartani egy csapat mellett. Ez ma már a mai modern labdarúgásban teljesen ritka, hiszen ugye a játékosok mindig jobb helyre akarnak menni, több pénzt akarnak keresni. Az a mentalitás, hogy kitartok egy csapat mellett, az, az szinte, szinte elképzelhetetlen. Más világ volt az természetesen, de könnyen lehet, hogy Fenyvesi akkor is kitartott volna a Ferencváros mellett, hogyha ebben a mai világban játszana. Már pedig a Ferencváros nem örülne annak, hogy ilyen kvalitású játékosai lennének, mint amilyen Fenyvesi Máté volt. Fenyvesi egyébként 53-ban, tehát 20 évesen, került a Ferencvárosba, akkor, amikor a Ferencvárost a kommunisták, ugye Kinizsinek nevezték át, de hát ez a tábort nem nagyon zavarta abban, hogy, hogy méretetlen rajongás és imádattal fogadja a saját játékosait, és Fradi családot alkosson, ahogy az van a mai napig is. Azt sem titok, hogy Fenyvesi Máté mindig polgári értékrendű ember volt. A rendszerváltás után ugye a kis gazdáknál később a Fideszben politizált, és az Isten az a család gondolata számára annyira egyértelmű volt, mint a levegővétel, és azt gondolom, hogy ez is egy tiszteletre méltó ö, hozzáállás, filozófia, nyilván azoktól leginkább, köztük jó magamtól, aki ugyanezt vallja, de azoktól is, akik esetleg másképp gondolkodnak, de nekik is tisztelni kell azt a kitartást és azt a, azt a törhetetlen és roppantatlan gerincet, ami Fenyvesi Mátét jellemezte. Labdarúgóként egészen magasra jutott, és itt nem csak arról van szó, hogy a Ferencvárosban ugye 551 tétmérkőzésen játszott és 164 gólt rúgott, mert az ő idejében adott esetben Albert Flórián sikeresebb volt, de az, hogy ő egy pályán volt Alberttal és Vargával, és sokszor legalább olyan teljesítmény nyújtott, mint ők, az már önmagában mutatja a fantasztikus értéket. Meg a sok válogatottság, meg nagyon sok minden, de talán most az ő pályafutásából a legfontosabbat emelem ki, ami mai szemmel nézve a legfontosabb. 65-ben Torinóban a vásárvárosok kupája döntőjében, ami az UEFA kupa elődje, és kérlek benneteket senki ne nézze le ezt, mert aki ismeri a 60-as évek labdarúgását, az tudja, hogy legalább annyira jelentős volt a VVK, mint ma mondjuk az Európa Liga küzdelme. Tehát nagyon-nagyon fontos kupa volt ez a, az európai labdarúgásban, és ennek döntőjébe bejutott a Ferencváros, és kint a Juventus ellen a fenyvesi csodálatos csukafejesével szerezték meg a győzelmet, és szerezték meg a kupát. Szegény Fenyvesi Máté biztosan nem gondolta, hogy ezek után gyakorlatilag hosszú, hosszú, hosszú évek fognak eltelni, amíg a Fradin kívül bármelyik csapat egyáltalán a közelébe kerül a nemzetközi kupadöntőnek, ez volt ugye a 80-as évek közepén a videóton, és hát sok-sok-sok évtized fog eltelni azután is, úgyhogy ma már közelében sem vagyunk meg a kupadöntőknek. Természetesen, ugye a 2000-es évek eleje a Boszman szabály nagyon átalakította a labdarúgást, de talán most az elmúlt években már kezd remény pislákolni arra, hogy talán majd pár éven belül egy magyar labdarúgócsapat, remélhetőleg éppen az általa imádott és rajongott Ferencváros jut majd erre a magaslatra. Úgyhogy Isten áldja Fenyvesi Mátét, és legyen ő példakép minden ferencvárosi szurkoló, minden ferencvárosi játékos és minden ferencvárosi sportvezető számára, a doktor úr, aki egész életében ugyanoda tartozott, ugyanoda dobogott a szíve, és ugyanúgy gondolkodott a világról, amelynek a három fő pillére az Isten, a haza és a család volt. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok, ha tetszett nyomj egy lájkot, ha még jobban tetszett, kérlek, iratkozz fel a csatornámra, vagy segítsd a munkámat a videó alatt számlaszámmal, és nyomd meg a szuper köszönet gombot. Hajrá Magyarország, hajrá Magyar Labdarúgás, a Jóisten áldjon meg mindenkit!